dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és Pál atya már mondta, hogy Ágás nővér vagyok. Még egy néhány szót szeretnék mondani magadról, csak hogy minden jelenlévő tudja, hogy kivel szembesül a mai reggelen. Egy 6 gyermekes család második gyermekeként jöttem a világra, és Budapesten születtem, ott nőttem fel, és most ugyanazon a plébánián szolgálatomból belnövekedtem. Ez elég egyedi az egyházi személyeknek az életében, de Jóisten ezt így rendezte. Áldás is és kihívás is, 2 utcára laknak tőlem a szüleim, úgyhogy azt is tudják, hogy mikor megyek aludni, hogy mikor kapcsolom le a lámpát éjszaka. Áldás is és kihívás is. De egy történetet szeretnék megosztani egészen a gyermekkorom elejéről. 1,5 éves koromban még a nagyszüleimmel laktunk. Ugye négyen voltunk a családunkban, a nagyszüleim és a tét anyám is velünk lakott a déli. Hát sokan voltunk egy kis helyen, és 1,5 évesen szerettem kinyitni minden szekrényt, kipakolni. Ez gondolom ismerős minden szülőnek, minden testvérnek. Minden bizonyan be volt biztosítva minden szekrényt, hogy ne pakolja ki őt, ami összetörhet, és egyebek. És egy alkalommal a konyhában voltunk elég sokan. Az elmondások alapján én nem emlékszem rá, saját magam már csak a többiek elmondásával raktam össze ezt emlékként. És 1,5 éves voltam, és nagyon érdekelt, hogy mit érek el, és mi van ott. És egy szerencsében pillanatnak a hevében sikerült elérnem azt, ami a tűzhelyen forrásban volt, és így magamra borítottam egy kombinatának készülő frissen forralt vizet. Így egy komoly égési sérülést szereztem a bal karomban, ami mind a mai napig ott van. Ráadásul ez hétvégén történt, egy szombati napon, és egy kórházra küldtek minket, hogy nem épp az ügyeletesek, autónk se volt, azt ugye a szomszédból kaptuk, vagy ahogy kértük kölcsön, hiszen ez egy vészhelyzet volt, és le tudom képzelni, hogy az üdvölt a gyerekkel, ilyen lehetett a szüleimnek és a szomszédnak, aki a tartót vezette, bemenni kórházra szombat este. És végül nem is egy kórházban láttak el, hanem a nővéremnek a fülorgépésze, az ő férje egy sebész volt, és az otthonában látott el, amennyire ott tudott. És nagyon komoly helyzet volt. Hétfőn mentünk aztán orvoshoz, egy 1,5 éves mindennapi kórházba menetelt jelentett ez azután. És felnőttünk, amikor bőrgyógyászokkal különböző dolgok miatt kellett beszélnem, akkor ezt a történetet, ahogy megosztottam velük, azt mondták, hogy nem érték, hogy igazából akarom, hogyan nőtt. Tehát azok alapján, amiket leírtam nekik, ez olyan mélysérülés volt, tehát az izmok, a minden csonti, gyakorlatilag minden sérült, és mégis ma ugyanolyan hosszú, tudok sportolni, tudok zenélni, és tudom, hogy ez egyrészt Isten kegyelme, másrészt pedig a szüleimnek, családomnak az együttműködése, azzal a kegyelemmel, hogy ebben a szituációban, ebben a helyzetben a családnak adott. Azért is mondom el ezt a történetet, egyrészt mert nagyon hálás vagyok a családomnak, hogy segítettek ebben a gyógyulásban. És ez nem csak fizikailag, ez lelki dolgokban is nagyon sokszor így van velünk. Egymással vagyunk utalva ebben. Ez egy másik rövidebb történet, amikor 10 évvel ezelőtt a szerzetes közösségi, abban az ajándékban részesült, hogy el tudtunk menni a Szentföldre egy zarándoklatra. És ott ellátogatunk Nain városába is, ahol ugye az evangéliumi történetből tudjuk, hogy Jézus egy özvegyasszony egyetlen halott fiát támasztotta újra fel, életre támasztotta és adta vissza anyjának. És mi ellátogatunk ebbe a kis faluba igazából, ahol mi van egy keresztény templom, de már nem működik, be van zárva, és egy muzulmán családnál van a kulcsa, hogy a Szentföldön ez nem átlagon kívüli. Kint a templomban imádkoztunk, ott hagytunk egy-egy szentképet, amit itt hátul is néhányat hoztunk ezekből, szabad hazavégi majd a távozásunkból. És amikor kijöttünk a templomból, már szálltunk be a buszba, és ugye az egész falu oda seregben, hiszen itt volt 45-50 nő, aki ugyanúgy öltözködött, fehér vég színekben volt, egy valami fura jelvénnyel, Jézus szíve jelvénnyel a színük fölött, és kikezek, és sok gyerek ott összegyűlt, felnőttek, és az egész egy muzulmán falu, tehát nem, abszolút nem keresztény már.
És volt egy kisfiú, kb. 8 éves lehetett, 6, biztos, hogy volt maximum 8 éves. És hát nyári meleg volt, rövidújjukban voltunk mindannyian, úgyhogy egy pillanatra mind a ketten megálltunk, amikor megláttuk egymást, mert észrevettem, hogy az ő karján, csak neki jó karján ugyanolyan sérül is van, mint az enyémben. És bár nem beszéltük egymás nyelvét, nem egy kultúrából voltunk, még a hitünkben sem voltunk egyek, hiszen én muzulmánként nőtt fel, én keresztény vagyok, ő férfi, én nő vagyok, illetve fiú, még férfivá növekvő, én már felnőtt nő voltam, ő 8 éves, kb. 28 volt a legkor, és mégis egyik pillanatra a másikra valami összekötött bennünket. Egy olyan tapasztalat, egy olyan élmény, amivel azt hittük addig, hogy egyedül vagyunk talán az egész világon. Bár találkoztam olyan emberekkel, szintén leporrázták magukat, vagy bármilyen más traumán mentek keresztül, akár gyerekként, akár felnőttként, mind a mai napig találkozom ilyen emberekkel, ugye, hogy az élet ezt hozza. De mégis itt volt valami olyan egyedi, ami hirtelen összefűzött bennünket. Egy egymásra találás, több száz kilométer, több ezer kilométerre egymástól. Más gondolkodás, más minden, és a sok különbözőségben mégis volt egy közös pont. És ez a közös pont lehetővé tette, hogy kettőnk között valamilyen kapcsolódás létrejöjjön. Soha nem láttam azóta, valószínűleg soha nem fog ezt a kisfiút látni, még a nevét sem tudni. De van egy közös élményünk, van egy közös pont. És azért hozom ezt a mai napon ide, mert az eukarisztikus kongresszus valami ilyesmiről szól. Egyrészt az, hogy összegyűlünk, mert összetartozunk. Még ha más kultúrában, nemzetekben, nyelvekben is leszünk ott jelen, egy vagyunk, mert mi egy egyházhoz tartozunk, katolikusok vagyunk, egyetemes, akik minden falában, minden embernek, minden nemzetnek szívül. Egy kérdés az, hogy én hogyan kapcsolódom ehhez az egyház közösséghez, itt sok oportágyom. Hogyan kapcsolódok én, mi az én közös pontom, a nagy egyházzal? Mert lehet megszokásból jönni, lehet megszokásból katolikusnak lenni. Nem rossz, de nem lesz jó. Hosszú távon nem lesz elég. Lehet tisztelet a hagyományok iránt nagyon szép dolog. Nagyon messze el tud bennünket vinni, és mégsem lesz elég az örök életre. Hogyha csak a tetteimben, a szavaimban történik meg ez, akkor nem az egész lényemet járja át a hitem, és nem fogja azt az életet adni, amit ez ígér. Krisztus ígérete a megváltása, az élete, a reményre, egy jobb jövőre, nem tud megvalósulni bennem, csak akkor, ha engedem, mert ő tiszteli a szabadságot. Hogyan kapcsolódok én az egész egyházhoz, amikor mi itt ünnepünk, amikor ezen az oltáron a kenyér és a bor, Krisztus testévé és vérévé válik, mi nem csak itt leszünk egy, nem csak az ötnek lesz egy ezáltal a csoda által. Nem csupán magyarok lesznek egy. Nem is csupán ez a világ, mert nem csak így vízszintesen, horizontálisan köt bennünket össze az eukarisztia a Föld felületén, hanem eget és földet összekapcsolt, hiszen ez a bárány mennyegzői asztala, amelyből akkor táplálkozunk majd, amikor átlépik a halálkapját és feltámadunk Krisztusra együtt. Mert ő ezt ígérte. Sőt, ez nem csak eget és földet, keletet, nyugatot, északot és telet kapcsolja össze, hanem még a jelent, a jövő és a múltat is. Mindazokat, akiket elveszítettük, akiket hiányolunk, és mindannyiunk életében van, vagy lesz ilyen személy. Ővelük is egy vagyunk, amikor itt vagyunk, a Mennyország itt van bennünk. Mindazok, akik ebben a faluban, a falu létezése óta éltek. És nem csak azok, akik ennek a falunak a létezése óta, hanem bárhol a világon. A világ teremtése volt, akik hittek és úgy éltek, hogy a Krisztus misztériuma meg tudott bennünk gyökerezni és életet tudott hozni. Mi az én közös pontom ezzel? Az oltáron koncentrálódik a mi közös pontunk, mint katolikusoké. Ez az én életemben egy meghívás arra, hogy úgy éljek, ahogy a Krisztus élet. Azt az eukarisztikus életformát sajátítsam el. És ezek most olyan nagy szavak, de ez mit jelent? Mit jelent az én minden napi életemben, amikor bekötöm a cipőmet, amikor elviszem a gyerekeket a iskolába, amikor sütőt főzök az unokámnak,
Amikor beteget látogatok, amikor hallgató mellett ülök és várom azt a pillanatot, amikor feszültség van itt vagy ott, amikor sikereket ünnepünk, amikor mérföldkövekhez érünk az életünkben, mit jelent ez akkor? Az utolsó vacsora leírása szerint, és ahogy minden alkalommal megemlékezünk a szentmisében erről, Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és a tanítványainak adta. Engedem én, hogy az Isten a kezébe vegye az életemet. Az én nagyszüleim, akikkel együtt laktunk ennél a bizonyos balesetnél és sok másik év folyamán is, 1956. szeptember 8-án házasodtak össze. Egy egész életet álmodtak, beleszerettek egymásba, nagymamám apácának készült, aztán találkozott a nagypapámmal, és íme itt vagyok én. Úgy néz ki az ő vágyat beteljesített bizonyos szempontból. Nagyon megnyugodott, amikor van egy szerzetesi hivatás a családban, amikor ez kiderül. Olyan aranyosak voltak, hogy mondták, hogy biciklivel hazakísérte a nagypapám, és amikor először a kezük összeért véletlenül. Ezek az emberi dolgok, amiket ezt megosztották, ez olyan szép volt. 63 éve élnek ebben a házasságban. Nincs egy hónapig ezt ünnepeltük. És másfél hónap múlva, amikor nagyapám leszerelt a katonaságtól, és leszállt a pályaudvaron, akkor fegyveres katonákat találtott, és azt mondta, velük vagy pajtás, és azt mondja, hát mit mondani? Hát persze veletek vagyok, hogy semmiben katonai ruhában, semmi darab fegyver nincs nála. Na, ugye már sem tudta, hogy ő hol van. Dödöllőn várta otthon, ő nagyapám meg Budapesten van, november 4-én akkor ők ugye elmentek, és budapesti barátaitól kapott civil ruhát, és úgy sétált haza a Gödöllőre vezető úton gyalog, hogy hála Istennek egy darab fegyver nem volt nála. Ugye a szovjet tankok végighálózta gyakorlatilag az egész utat, és szúrópróbaszerűen megállították az embereket, és akiknél fegyvert találtak, elvitték a fasorogé, és csak egyéb is mentett valamit. Ők a kezébe adták Istennek az életüket, engedték, hogy ezek az álmok, amik ők fiatal szerelmesen, 19-23 évesen, amiket ők megálmodtak, ne egészen úgy legyen, hanem Isten akarata szerint, ahogy ők. Diszidálni is akartak, és nagyanyámnak kumvárja volt, mielőtt visszöttek volna, már ott bőgött, hogy ezt nem érjük, hogy végén itt maradtak. Engedték, hogy Isten a kezébe vegye az ő életüket. Ő volt az ő uruk, és engedték, hogy ő tanítsák, őket tanítson az Isten. Tanítsa egymás szeretetére, mit jelent hűségesnek lenni egymáshoz, mit jelent kivárni az ő idejét, mit jelent akkor házasodni, amikor nem ideális, de mégis, gyereket szülni. Mit jelent ez? És hálásak voltak ezért. Azt gondolom, hogy nagyon sokan tudják itt, akár nagyszüleik, dédszüleik, akár a saját emlékei szerint, hogy milyen kapcsolatban él, mit lehetett, mit nem lehetett, hogyan élt valaki, miből élte túl, milyen történetek voltak, milyen falak mögött reszkedtek emberek, ha megállt egy autó, az mit jelentett, és egyebek. Nem hiszem, hogy részletezlen kell. Az egész nemzet keze Isten kezé, az egész nemzetnek a sorsa, az élete Isten kezében volt. Mit adott ez nekünk? Megvitt az országot liberalizmustól nagyon sok mindentől. Ezért van, hogy még itt vannak emberek, akik hisznek. És ez az az egyház, akit Isten arra hív, hogy adja tovább ezt a hitet. Hálát tudunk ezért adni, hogy van. Hálát tudunk adni azért, amit tapasztalunk. Hálát tudunk adni azért, ami nehéz. Hittel, hogy majd ebből valami jól fakad. Amikor hálát tudunk adni azért is, amiben még nem látjuk a jót, akkor ugyanúgy hálát adunk azért a kenyérért, amit Jézus a kezében megtör. Mi tudunk lenni ez a kenyér? Engedjük, hogy megtörjön minket? Amikor kb. 10 éves voltam, amit sprintfutást csináltam, versenyekre jártam, és nagyszüleimhez mentem haza ebéd után általában. És egyik alkalommal én nem tudom, őszintén nem tudom, mit mondtam, de valami olyan tiszteletlen dolgot kellett, hogy mondjam, én hiszem, hogy félreértésből,
nagymamám elkezdett engem kérgetni a kertjükben, hogy Davidos követi, hogy gyere, nem mondta, aztán megkapott. Hát én futottam egy sprintelő, úgyhogy nem jött utolsó se. Annyira gyorsan, hogy hazafutottam félelmemben, és tényleg nem tudom, mi történt. A nagyapám utána fölhívott, nagyjából hallottam anyumnak hívjuk, hogy zogogott a telefon beszélgetésünk hátterében. Hát tudtam, hogy itt baj van, nagyapám mondta, hogy én többet a házba be nem tettem a lábamat, felejtsem el ezt örökre, és én tényleg nem tudom, hogy mi történt, de azt tudtam, hogy valami nagy sérelmet okoztam. Hát tényleg nem lett, ami a közelébe sem a házban, hetekig, de aztán tudtam, hogy itt muszáj nekem valamit lépni, mert ez még nem, ez 4 éves volt, de tudtam, hogy valami kell. Lementem a biciklimmel, föl alá járkáltam, és nagyon remélem, hogy a nagyapám nincs otthon, és nem mertem megnyomni a csengőt, össze megálltam előtte, nem, még visszajöttem a biciklimmel, oda visszamentem. Még megnyitom a csengőt, még visszaszálltam a biciklimmel, szálltam, én nagymamám jön ki. És fogalmam se volt, hogy most mi lesz. Megálltam a kapu előtt, betettem a biciklimet, kinyit és semmit nem mondott. Kinyitotta az a kaput, megölelt és elkezdett zokogni. Megengedte, hogy Isten megtölje az életét rajtam keresztül, és megengedte Isten így, hogy az én életemet is megtölje ezzel a tapasztalattal, de új életet fakasszon belőle. Nagymamám egy nagyon mélyen hívő valaki, és engedte, hogy az ő élete eukarisztikus legyen, hogy odaadja ezt a bocsánatot, Isten bocsánatát nekem ezen keresztül, még egy ilyen nagy sérelem után is. Mondanom sem kell, hogy nagyon mély kapcsolatunk van kettőknek is. Az hivatásomat például ügyelőzött meg először. Elhívott őket Isten, hogy így éljük. Könnyű lesz, nem? Meg éri, igen. Ha igaz életet akarok élni, ha valódi őszinte keresztény életet akarok élni. Ő fog engem táplálni, hogy Uram lesz, aki kezébe veszi az életét, Mesterem, aki megtehet hálát adni, orvosom, barátom, táplálékom, aki a megtöltségemben is ott van mellettem, és békességem lesz, ha engedem, hogy odaadjon engem másoknak, hogy ő táplálja. 16. Benedek pápok kb. 50 évvel ezelőtt úgy jövedelt az egyházról, hogy egy kicsi egyház lesz meg. Szenvedni fog, és hosszú utat fog bejárni, mire új egy irányzásba vonulunk. De utána ez lesz, ez a közösség lesz, amely itt a reményt és jövőt ad a világ. Mert a világ elmenekülődik, megkeseredik, és nem találja az utat. Erre hív meg bennünket a mai napon Jézus, amikor azt mondja, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak. Bizony dönteni kell. És ott kezdődik, hogy a mindennapokban meg tudom elérni azt, hogy ő a kezébe vesz, hálát ad értem és velem együtt, meg is tör, és így tudom adni engem másoknak. Ez a mi jövőnk, ez a mi életünk, ez a mi reményünk. Merjük ezt az életet vállalni veled.